Új gépekkel, a legmodernebb technológiával ismét üzemet nyitott a Swisscrono Kft. Magyarországon. A faipari cég 2010-ben a gazdasági válság idején bezárt a Vásárosnaményi telephelyét, azonban az elmúlt hónapokban rekordgyorsasággal új csarnokot épített a településen. A magyarországi telephely újranyitása fontos a Swisscrono Kft. Életében. A cég Svájcon kívül az első gyártóbázisát Magyarországon építette ki, ezért is örülünk, hogy újból működik a Kft. Ebben az országban. A cégcsoport egyébként jelenleg 8 országban, 11 telephelyen gyárt hasonló forgácslapokat. A svájci cég nem csak a település gazdasági mutatóit emeli, a város több területen is segíti. A gyáratadó ünnepségen az igazgató tanács elnök asszonya egy 6 millió forintos csekket ajándékozott a helyi sportcsarnok felújítására. A csarnok természetesen munkahelyteremtő beruházás is volt, mondta Filip Sándor, a település polgármestere. Az új telephelyen 120 ember dolgozik. A Swisscrono Group új gyárának indulása azt hiszem, hogy nem csak a családok, hanem a város életét is szebbé és jobbá teszi, de mondhatjuk azt is, hogy gazdagabbá, hiszen 120 új munkahely jött létre ezáltal. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a városi költségvetésünkben az egyéb iparűzési építményadó és gépjárműadó kapcsán ez a gyár 40-50%-ot fizetett be a korábbi időszakban. Úgy hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hiszen ez a gyár sikeres, akkor a város költségvetése, a város működése, a beregi emberek, a Vásárosnaményben élők mindennapjai is eredményesebbek és sikeresebbek lesznek. Éves szinten ez a bevétel közel 90 millió forintot jelent Vásárosnamény költségvetésében. Ez az összeg az elmúlt években nagy űrt jelentett a város számára. Most azonban, hogy a cég újra működik a településen, bíznak a hosszú éveken át tartó sikeres együttműködésben. A rendezvényen a külgazdasági és külügyminiszter helyettes kiemelte, Svájc a 8. legnagyobb befektető ország hazánkban. Politikailag nagyon jó a kapcsolat az országaink között, de szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági kapcsolatok is egyre komolyabbak. Magyarországnak egyébként külkereskedelmi többlete van Svájccal kapcsolatban, tehát mi többet exportálunk, mint amennyit importálunk Svájcból, tehát Magyarországnak mindenképpen egy jó biznisz Svájccal üzletelni, és hát jó hír azt látni, hogy 2015-ben is több mint 10%-ot nőtt a külkereskedelmi forgalmunk. Én úgy érzem, hogy mind a két fél megelégedésére látszik az, hogy nagyon sok svájci cég talál még minket. A svájci cég természetes nyersanyagból dolgozik, fontos számukra az egészségkímélő és környezetbarát technológia. A Vásárosnaményi telephelyen a termelési hulladékot egy speciális biomassa erőműben elektromos energiává alakítják. A próbatermelés még júniusban kezdődött a csarnokban, a beregi gyárnak pedig komoly éves tervei vannak a termés mennyiségre. Mindenképpen a cél a 300 ezer köbméternek a teljesítése. Hogyha a gépek optimálisan fognak működni, akkor van rá kilátás, hogy akár ennél nagyobb mennyiséget is le fogunk tudni gyártani. Az itt előállított forgácslap mennyiséget nem csak hazánkban használják majd fel. A Vásárosnaményi gyár a nemzetközi piacot is ellátja majd. Többek között nyugat- és dél-kelet-európai, valamint ázsiai exportra is termelnek. Az OSB lapok az építőipar, a bútorgyártás és a belső építészet számára is alkalmasak és egyben népszerűek is.